Nem tudok úgy ismerkedni, hogy valakit megismerek mondjuk egy buliban, és akkor ott már annyira felfokozott a hangulat, hogy tehát ahhoz az kell, úgy értem, hogy mit jelmez. Igen, hát van egy olyan pólom, hogy azt hiszem úgy van a szövege, hogy nem mondom, hogy nem én vagyok Batman, de még sose láttak egy szobába. Édes hármas. Egyedül unalmas beszélgetni. Ketten snosz. Na de hárman. Édes hármas. Kaszás Attilával. Köszöntöm a hallgatókat. Mai vendégem pedig Berki Krisztián olimpiai bajnok tornász, a Magyar Torna Szövetség sportigazgatója, illetve Görgényi Fruzsina színésznő. Azt mondtad, így mutassalak be. Nagyon-nagyon szívesen meg is teszem. Egy gyors kérdés mindenféleképpen fel kell, hogy tegyek, mégpedig ha beütöm a Google-ba, akkor most mindenhol az jön ki, hogy covidos voltál. Igen. Pont ezt akartam mondani, hogy néha így elfordulok így kihinteni egyet, mert képzétek, hogy igen, jól vagyok, nem is volt annyira vészes, de mégis maradt egy kis köhigcsélés így utána, úgyhogy ezért ez lesz majd, de már jól vagyok, és semmi. Egy valami furát észleltem ez alatt az egy hét alatt, amíg be voltam zárva, hogy tényleg hatással van, vagy volt a lelkem ez a betegség. Ami azt jelenti, hogy ilyen, nem tudom, így felkeltem az egyik nap, és én furcsán kezdtem el érezni. Tehát nem depresszió, mert tudom, nagyon sokan társítják ehhez a depressziót. Én nem depressziós voltam, csak olyan milyen, hát most ezt mondom, de hogy mintha valami spirituális utazásra indultam volna, de nem tudom, hogy ez most a bezártságnak volt-e az élménye, amit ugye magával hozott ez az egész. Úgyhogy, de jól vagyok. És alapvetően megtanultunk önmagunkkal is foglalkozni, igen, egy kicsit, tehát hál' Istennek ez hozott. És kellett is, hogy egy kicsit lenyugodjak, mert amúgy is zsizsegek mindig, ha kell, ha nem, és nem jó, hogyha az ember szétforgácsolja az energiáit, és én most pedig azt szoktam csinálni szerintem, mert most nincs annyira nagy rendszer az életemben, és jó volt, hogy most otthon voltam, és befelé figyeltem. Uh-huh. A zsizsgés az, Krisztián, rátok is jellemző volt a Covid alatt, vagy ilyen teljes nyugalom volt a... Nekünk nagyon érdekes, és nekem is pont ez a köhögés az, ami megmaradt. Ugye tavaly, amikor márciusban elkezdődött ez a maradj otthon, akkor tök jó volt, mert én március 15-én születtem, úgyhogy már a második olyan szülinapomat, vagy két szülinapot töltöttem egymás után, amikor karanténban voltam, hiszen rákövetkező évben, idén márciusban voltam ténylegesen covidos, és pozitív tesztet produkáltam itt családdal együtt, és hát ott a lakókörnyezetünk is igencsak átesett rajta. És érdekes volt, hogy én tavaly sokkal könnyebben vettem ezt a négy fal közötti otthonmaradást, mint most, amikor ténylegesen covidos voltam, pedig én is a könnyebb covid közé tartoztam, hiszen egy ilyen enyhe arcüreggyulladás lefolyása volt az egész covid, ilyen pár napig, egy napos lázam volt, a feleségem, mivel ő enyhe aszmás és elég allergiás, őnál ez jóval erősebb volt, úgyhogy mi nagyon vártuk azt, hogy utána, ha már meggyógyultunk, akkor az oltást ezt meg is kapjuk, hiszen fontosságát éreztük ennek az egésznek. Figyeljetek, a legjobb ember ül itt előttem, akitől kérdezhetek, nagyon fontos kérdés, hogy te mennyi idő után kezdtél el edzeni, vagy így mozogni? Hát ez az edzés, ez azért jó kérdés, mert ugye tavaly a karantén után, amikor letöltöttük ezt az egészet, és újra beindult a sportélet, és úgy nagyjából az egész élet, akkor még elkezdtem tornázni, de ugye akkor nem voltam covidos. Viszont én december 27-én volt az utolsó, nem 17-én volt az utolsó tornatermi edzésem, én azóta így nagyon-nagyon keveset mozogtam, szóval így annyira jó, hogy nem kell sportolnom aktívan, és 32 évig sanyargattam a szervezetet, a testemet, és most olyan jó, hogy nem kell, szóval, hogy így nem kell napi szinten megfeszülnöm, de azt érzem magamon, hogy például a kondícióm, és nem csak azért, mert nem sportolok, hanem a covidnak köszönhetően sokkal gyengébb, szóval így, és a sporttársadalom lévő társaimon is azt látom, és hallom, hogy nagyon oda kell figyelni. Ugye nagyon könnyen kap a versenyző szívizomgyulladást, hogyha nincsen megfelelő orvosi háttér mögötte, és azért elég nagy veszélyei voltak ennek a Covidnak, így a sportolókra is nézve. Volt itt nálam olyan olimpikon vízilabdázó, aki mondta is, hogy ő túl gyorsan kezdett el újra edzeni. Ennek meg is lett az a hátulütője, hogy a tüdő az nem úgy reagálta a dolgokat. Tehát hónapokig eltelt, mire végre elérte azt a szintet, amit... Jó, más egy profinál edzeni, meg más nálam. Mondjuk én elég sokat szoktam edzeni egy héten, négyszer-ötször is, és pont mielőtt covidos lettem, határoztam el, hogy lehet, hogy ha ez csak egy sír... van egyébként. Tényleg, hogy ha csak egy mód van rá, mert van egy sérülésem, amit talán nem enged, de remélem, hogy igen, hogy lefussam a maratont tavasszal Párizsban.
mert kedvet kaptam most hozzá, szeretek futni, de ahhoz viszont jól fel kell készülni, szóval ez nem gyerekjáték, de hát nem tudom, hogy most ezek után most nekiálljak-e egyáltalán, vagy hát mert viszont azt meg... Megfelelő orvosi vizsgálatok mellett szerintem lehet mozogni, csak folyamatos szűréseken kell részt venni. Igen. Mi az, ami megmaradt hobbi sportnak, vagy ami a fejedben van, hogy majd azért azt úgy műveled? Gondolom a torna az nem egy hobbi sport jelleg, tehát ez... Igen, minden, sokan kérdezik, hogy mit szeretnék csinálni, ugye nyilván lovazni szeretnék. A lólengés volt az életem legfőbb része a torna sporton belül, de ugye azt a válsérülésem miatt nem tudom csinálni. Innentől kezdve az, hogy edzőterembe jártam kiegészítő kondi edzésekre, speciális személyi edzővel készültünk, olyan speciális izomzatot építettünk, ami pont a lólengéshez volt alkalmas. Ugye ezekre most időm sincsen, szerencsére elég sok olyan feladatom van, ami így az edzés idő hátrányába megy el, de nem is nagyon hiányzik. Szóval ha mozoghatnék, akkor nem tudom, autósport, de az meg nem olyan jellegű mozgás, legalábbis számomra az nyilván fizikálisan megterhelő, mert tényleg a Norbiéktól kezdve nagyon sok autósportban résztvevő versenyzőt ismerek, és tudom, hogy nagyon nagy fizikai megterhelés, de hogy nyilván az nem az a jellegű mozgás, mint amit én végeztem nagyon sokáig a sportban. Ez onnan jön, amit egyszer nyilatkoztál, hogy a Hungaroringen kamionversenyre kivitt a... Én elég sok, igen, elég sok minden. Igen, úgyhogy az jövőre is lesz, úgyhogy remélem, hogy ott találkozunk még, mert tényleg főleg úgy, hogy... Csak kicsit úgy mondtad, mintha volán mögé ülnéd. Nem, azt azért nem, de nagyon-nagyon tetszett az is. Én Forma 1-en is nagyon sokszor voltam, DTM-en is nagyon sokat jártam ki, és hát én imádom a benzingőt, szóval, hogy így nem megbántani akarom az elektromos autópártiakat, de hogy így tényleg nekem az autók azok így a mindeneim, és ezért is örülök annak, hogy van olyan partnerem, akivel ezt napi szinten meg tudom élni. De jó. Fruzsi, nálad a sporttal kapcsolatban jelveztem egy picit, volt ilyen deep work, meg igen. Volt sok minden. Hát, most mi van? Most milyen sportág? Minden, ami jön egyébként, mert én egyébként általános iskolában sporttagozatos általános iskolába jártam, azon belül is egy olyan osztályba, ami ezt magasabb szinten űzte, mint bármelyik másik osztály az iskolában, és én kosaraztam 7 éves korom óta, kosarazni kezdtem. De emellett nekünk arról szólt az oktatásunk, hogy minden sportba belekóstoltunk, a jégkorong, a szertorna, a minden, a kézilabda, és hát ez magával hozta azt, hogy én nem tudok lenyugodni, így felnőttként sem. De muszáj valamit csinálni, és most megőrültem attól, hogy egy hetet például ki kellett hagynom szánszándékkal, pedig már mentem volna másnap a betegség után edzeni, mert éreztem, hogy szükségem van rá, de nem, és most ma mentem el először. És egyébként, hogy mit? Hát futok, sokat futok, erősítek, de a deep work az egy olyan dolog, ami hát ez egy olyan, mint egy ilyen intenzív jóga, nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy milyen mozgásforma ez. Kicsit lányos dolog, és mindig mondom a fiú barátaimnak, hogy amúgy gyertek már el egyszer velem deep work órára, mert meg fogtok halni. És tényleg nagyon jó, szép izmokat csinál, hogy nekem fontos, hogy az izmaim ne ilyen összerándultak legyenek, hanem ilyen megnyújtottak, mintha mondjuk jazzbalettoznál. A jazzbalettosoknak azért vannak ilyen szép, hosszú izmai, mert olyanok a mozdulatok. És a deep work is egy kicsit, tehát a kicsit táncba nagyon erősen fogalmazva. Először a neveddel 2013-ban a Kaktusz virága, ahol táncosként szerepelt a neved. Hát ott igazából úgy, itt táncosként szerepeltünk, igen, ott képzeld el, hogy így négyen voltunk-e, akik alátámasztottuk az egész darabot, mi négy vokalista a számokat, és ezt így még ilyen formában még nem rendezték meg, és akkor ott lehet, hogy táncosnak hívtak minket, de valójában mi úgy négy ilyen, nem tudom, ilyen figura voltunk, akik kívülállók, de mégis ott vagyunk. Igen, az még nagyon a pályám elején volt. Mielőtt nagyot ugranánk, Krisztián, vissza az időbe, először menjünk most ez év elejére, ahogy eldőlt, hogy az aktív sport az befejezésre kerül, volt is egy sajtótájékoztató ezzel kapcsolatban. 5. műtét volt ugyan a válladnál, ami megpecsételte lényegében a sorsát a sportkarrierednek. 3-szoros VB, 6-szoros EB, ha jól tudom, tehát azért gyönyörű a maga ez a 32 év, de ha idén, még 2021-ben Budapesten lett volna tornász VB vagy EB, akkor is így döntesz? Igazából sajnos nem az én döntésem volt, hanem tényleg a vállam döntése volt. Ugye én 2019-ben felkészültem
próbáltam felkészülni a világbajnokságra, amit Stuttgartban rendeztek, és nekem az lett volna a kvalifikációs világbajnokságom, hiszen onnan tudtam volna Tokióra kikerülni, úgyhogy lólengésben érmet szerzek. És hát ilyen utolsó utáni pillanatig húztuk, amennyire lehetett, szóval, hogy tényleg készültem, azt éreztem, hogy a vállam is működik, majdnem kész volt a gyakorlat, de még ha nem is lett volna kész, akkor is kiutazok a világbajnokságra, mert meg kell próbálnom. Itt az utolsó utáni lehetőséget mindig megpróbáltam megadni magamnak, viszont a kiutazás előtt két nappal megroppant újra a vállam, és megint egy olyan részen repett le egy csondarab, amibe akadt, és nem tudtam megemelni a kezemet. Úgyhogy az nem volt egy kellemes dolog, kiutaztam a csapattal, próbáltam a lényemmel, meg az ott létemmel segíteni a szereplésüket, ami visszajelzésképpen nekem úgy jött le, hogy nagyon örültek ettől függetlenül, hogy nem versenyeztem, de ott voltam velük, hiszen nagyon sokat tudtam segíteni, főleg a fiatal versenyzőknek, és én akkor már úgy döntöttem, és az edzőm is, hogy hazajövünk, akkor ezt a tisztító műtétet meg kell még csinálni, ez volt már az ötödik műtét a bal vállamba, ezen túl kellett esnem ahhoz, hogy újra esélyt kapjak ahhoz, hogy egyáltalán egy újabb versenyre fel tudjak készülni. Aztán ez meg volt 19 november végén, és hát ugye ott újabb rehabilitáció, az évek alatt már tényleg annyi rehabilitációt csináltam, hogy nem tudtam már, milyen új dolgot tudok kitalálni. Nagyon sok jó szakember volt körülöttem, és mire mondjuk azt mondom, hogy megint versenyképes lettem volna, ugye akkor jött a Covid, és le kellett állnom teljes mértékben, és hát mire visszajöttünk a Covid után, azért a Covid alatt én bevallom őszintén, mindenki mondta, hogy maradj otthon, mozogj otthon, meg edzél otthon, de hogy így nekem az otthon az a nyugalom szigete, én ott nem tudok sportolni. A feleségem is próbál rávenni, van otthon futógéptől kezdve csomó kiegészítő szerekig, egy csomó mindent tényleg, mert ő is személyedzőtől kezdve csomó mindent elvizet, attól függetlenül, hogy a sminkben találta meg önmagát, és ezt űzi, és oktatja. De én mindig mondom neki, hogy én nem tudok otthon edzeni, képtelenség. Szóval, hogy így nem tudom rávenni magam, hogy ott a kanapé, ott a PlayStation, ott a tévé, a sok csatorna, és én nem tudom rávenni magam, hogy otthon edzek, úgyhogy nyilván ott azért följöttek rám a kilók, és nehéz volt úgy visszajönni, és végülis decemberre éreztük azt, amikor már az Európa-bajnokságra tudtam azt, hogy nem tudok kiutazni, hiszen a vállam mégsem akarja engedni ezeket a dolgokat, akkor december vége felé már éreztük az edzőmmel, hogy ezt lehet, hogy nem kell tovább húzni. Sőt, Kokkóbá Kovács István, az edzőm, ő azt mondta, hogy ő már jóval előbb leállított volna, de mint versenyzőjét, fogadott fiát, nevelt fiát konkrétan, mert több időt töltöttünk együtt, mint a saját családunkkal, nem mondhatta azt nekem, hogy most már álljunk meg. Fruzsival ellentétben te ilyen nagyon nyugodt embernek tűnsz, és a Kovács István is azt mondta, hogy rendben, mi volt az utolsó, ami nagyon kiborultál, és akár őrjöngtél, vagy így szétszetted volna a környezetedet? Volt ilyen? Mostanában? Mert, amikor így egy... Ja, amikor így eldurran az... Úgy szoktuk mondani, hogy eldurran az ember, és azt mondja, hogy most... Hát igazából türelmes, meg nyugodt ember vagyok, és mindig kihangsúlyozom, meg mindig mondom, hogy igazából a feleségem és a kislányom az egyetlen ember, aki föl tud húzni, hogy a falat kiütném a helyéről legszívesebben. Reméljük, de, hallgatják. De, majd fogják. Jelzem nekik, de úgy igazából úgy a hétköznapjaim, nyilván sporton belül én tanultam egy önuralmat, egy fegyelmet, és ennek köszönhetően így a civil életemet is próbálom így élni. Biztos, hogy van az a momentum, az a pillanat, hogy mondjuk dugót nem tudok kiemelni, mert szeretek vezetni, és hogyha dugó van, akkor is zenét hallgatok, meg el vagyok a kocsiban. Szóval, hogy még az sem húz fel, hogyha nem éppen abban a tempóban utazok, ahogy szeretnék. Biztos lesz, mert nyilván most az új pozícióban, az új munkámban egy kicsit talán lesznek stresszesebb helyzetek, meg kell tanulnom sok esetben nemet mondani dolgokra, de ezt is tanulom most folyamatosan. Fruzsi, a színházi élet az stresszesebb most, mint volt két évvel ezelőtt, hiszen nálatok is azért 2019-ben volt, vagy 2020 márciusában, bocsánat, pontosan volt egy filmszakadás, hogy maradjunk ennél a fogalomzavarnál, és azóta most próbál így rendeződni a színházi szakma, de... Én pont szerencsém volt, mert amikor először volt ez a bezártság, akkor ugye nagyon sokan nem dolgoztak, sőt leállt a világ, és én hál' Istennek forgattam szinte végig egy hónap kivételével. Na, tessék, látjátok. És ez nagyon jó volt, viszont ugye vége lett a sorozatnak, és én most élem meg azt, hogy van egy ilyen üres járat az életemben, amikor nyilván
tök jó, hogy vannak ilyenek, mert csomó olyan dolgot tudsz ez alatt az idő alatt csinálni, amit amúgy nem, hogyha le vagy kötve, de hogy stresszes, ez volt a kérdésed, ugye, hogy stresszesebb most. Szerintem most mindenki próbálja összeszedni magát, szerintem a nagy stressz az akkor volt, amikor a tehetetlenség állapotában állt az egész szakma. Most már mindenki látja a fényt az alagút végén. Nagyobb a harc most egy szerepér? Tehát ugye te többször elmondtad, hogy idézlek, castingban én béna vagyok. Nagyon béna vagyok. Bemegyek, és így nem tudom, tehát hogy valami majd lesz. Nagyon béna vagyok. Igen, tehát hogy ilyen forral indulva, tehát ezt tudják a többiek is róla, tehát hogy most nagyobb a harc, tehát véresebb mondjuk egy harcot szerepér, vagy ugyanaz, mint régebben mond. Hát szerintem óriási harc mindig, hiszen nagyon sokan, túl sokan vagyunk ebben a szakmában, főleg a nők vannak sokan. Az, hogy egy casting milyen, tehát nekem tök mindegy, hogy most Covid van, vagy nem Covid, mindig ugyanolyan, mert ez ilyen lelkialkat függő szerintem, hogy én rám nehezedik az a súly, hogy most egy perced van, vagy öt perced van, és akkor kell koncentrálni. Na igen, és egyébként, de veletek foglalkoznak konkrétan coachok, vagy pszichológusok, hogy fel tudjanak készíteni arra az öt percre, vagy arra, nem tudom, pár koncentrált pillanatra, és nagyon örülnék, hogyha nálunk is ennek lenne hagyománya, csak sajnos a színház világában nagyon-nagyon sok mindennek nincs hagyománya még itthon, aminek egyébként külföldön már van. És a sport ebben például sokkal előrébb jár. Persze. Igen. Abszolút. Hát de viszont ebből lehet merítkezni igazából, mert ugye nekem is az volt, hogy 2007-ben, mikor a Peking olimpiára nem sikerült a kvalifikációm, akkor én is megnéztem, hogy úgy nagyjából a nemzetközi versenyzőknél kik azok, akik a sportoló mellett vannak közvetlenül, hiszen nekem is volt egy nagyon jó edzőm, aki végigkísérte az egész pályafutásomat, de hogy mellette volt egy gyúróm, egy orvosom, és igazából itt így meg is állt a történet, és közben meg van dietetikustól kezdve, sportpszichológusig, nagyon sok minden veszi körbe. Ugye hiába egyéni sportágat űzök, én mindig elmondtam, hogy egy csapat vesz körbe, és igazából ez egy csapat munkának a végterméke vagyok én, amikor odállok a szerhez, és megcsinálom a gyakorlatomat. Úgyhogy nekem is erre rá kellett ébrednem, és akkor 2007-től, 8-tól kezdett el velem foglalkozni sportpszichológus, és tényleg Londonra úgy mentem ki, hogy az 50 másodperc, amíg a gyakorlatom tartott, az nincs meg nekem. Megvan az első pillanat, hogy bejelentkezek, meg hogy leugrok. Szóval hogy mentálisan annyira föl voltam készítve, hogy kvázi észre se vettem, hogy mi történik az alatt az 50 másodpercet. Úgyhogy szerintem ez nektek is biztos, hogy hasznos lenne, és most pont az egyik olyan feladatom, amit már sportigazgatóként próbáltam elérni, hogy a válogatottnak legyen egy csapatpszichológusa, két hölgy foglalkozik most a válogatottal, mert a saját példámból kiindulva tudom azt, hogy az én pályafutásomban mik voltak a pozitív dolgok, amik kellettek, és ezt próbálom most átvinni a válogatotthoz, hogy nyilván a szövetség segítségével, hiszen az elnök úr is, a főtitkár úr is mindenben partnerek, és várják tőlem az ötleteket, és segítik a munkámat, ami nagyon nagy öröm számomra, hiszen tényleg kvázi pályakezdőként vagyok ott, hiába töltöttem el a tornateremben 32 évet. Most ez egy új feladat, egy új környezet nekem, úgyhogy szerintem ez tényleg erre a világra, te világodra is. Mennyire érdekes, hogy más sportágokban ennek már hagyománya van. Hát a női vízilabda válogatottnál a dr. Csernus Imre volt pont az, aki az ilyen castingok előtt, illetve azoknál a gödröknél, amiben éppen nagyon fontos. Nem tudom ezt elmondani nektek, hogy itt ülök és ezt hallgatom, és hogy mennyire irigylésre méltó ez a dolog. Tényleg, szinte könnyeket csal a szemembe, mert pont a múltkor mondta nekem egy nagyon neves rendezővel beszéltünk arról, hogy aki tanít is egyébként fiatalokat, hogy mennyire az ő feladata, akár hány évig is tanít valakit, mondjuk 3 vagy 5, tök mindegy, hogy milyen körülmények között, hogy önbizalmat öntsön be az emberekbe, és azt mondja, hogy te erre képes vagy, itt vagy, felvettek ebbe az iskolába, ki vagy választva, mindenre képes vagy, soha ne kételkedj magadban. És én például még nem így tanultam, tehát az én tanáraim azért nagyon sok kétséget ébresztettek folyamatosan, ez az önmarcangolás, mert a művészeknél amúgy is ez tívik, hogy hát az önmarcangolás, igen, ez is egy jó dolog, de tök mindegy, hogy mennyire téped szét a lelket, ha utána nem tudod összeszedni magad arra az 5 percre egy castingra.
Érted? Igen, mert az az 5 perc, amikor... Amikor meg kell mutatni. Amikor magad. Szoktuk mondani, a kereskedelemben ugye úgy hívják, hogy először és utoljára eladni bármit lehet, tehát kétszer. Igen. De utána, igen. Hogy újra elad magad, vagy igen. Hogy újra olyat produkálj, ahhoz kell, hogyha fel tudjam. Egyébként, Krisztián, te többször mondtad, hogy a sikertelenség az épít. Tehát ez lényegében ott arra építkezni kell, azt ki kell használni, hogy ez igen. Kudarc volt, kvázi ki kell használni, de okulni kell bele. Igen. Sosem volt olyan a pályádban, amikor azt mondtad, hogy ez akkora sikertelenség volt, hogy abba hagyom? De, például a 2007-es az volt, és pont akkor jött az edzőmnek az az erős személyisége, amit oktatónak nevezünk, vagy vezetői uh-huh. jellemnek, mert ugye a mai világban már egy edző az nem elég, hogy most megtanítja a tornát, és akkor le van tudva, hanem ő neki tényleg pszichológusnak, pedagógusnak minden részhez kell értenie. És 2007-ben, amikor ez a világbajnokság nem sikerült, és amúgy vicces, mert életem első világbajnoki ezüstérmét szereztem, és úgy jöttem haza a VB-ről, hogy egyik szemem sírt a másik nevetett, mert csak az aranyéremmel juthattam volna ki Pekingbe. Uh-huh. Úgyhogy eléggé ilyen kettősség volt bennem, és akkor 2 hétig én így elvonultam, és akkor utána leültünk, megbeszéltük, és csak annyit mondott nekem, hogy még túl fiatal vagyok ahhoz, hogy itt feladjuk, és onnantól kezdve kicsit még tudatosabban, ugye a tímet bővítve elkezdtünk készülni, és ennek az lett az eredménye, hogy nyilván türelmes voltam, és rá 4 évre Londonban olimpiai bajnok lettem. Szóval, hogy így semmi sem történik ok nélkül. Abszolút. Én mindig hittem abban, hogyha valahogy mindig megadtam a következő lehetőségnek az érdemét, mert mindig úgy voltam vele, és ezért nem volt rajtam akkora nyomás soha a versenyeken, mert mindig úgy voltam vele, hogy én megtettem a felkészülés alatt mindent. Ha ott vagyok, akkor nyilván a sportban meg az élet minden területén benne van a hiba lehetőség, de én megtettem mindent, majd hogyha véletlenül rontok, akkor is maximum azt kérjen számon, aki vagy végigcsinálta velem, vagy legalább a saját szakmájában ennyire ott tud lenni. Elemet neveztek el rólad a sportban. Ez szerintem, én ezt olvastam, és utána láttam, hogy melyikről van szó, ez maga a halhatatlanság. Tehát ez mint a körülbelül utcát neveznek el az ember, de annál több persze, mert a saját sportjában. Ezt hogy élted át? Nagyon-nagyon érdekes pillanat volt, ugye ezt az elemet a Thomas Orsó, igazából Magyar Zoltán nevéhez fűződik a Magyar Orsó, ő a bőrfelületen csinálta. Én ezt fölvittem 2 kápára, és ezekre a repülőolókkal kitaláltuk az edzőm, hogy majd ez milyen jó lesz, és megcsináljuk. És ezt én 2008-ban csináltam először a Lozáni Európa-bajnokságon, ahol egy aranyéremmel díjazták az egész gyakorlatomat. És aztán ugye teltek múltak az évek, és nem is tudom, azt hiszem 2015 környékén, vagy 16, már nem is tudom az évszámot, hogy úgy nagyjából mikor került az én nevemre, de hogy emlékszem, hogy lent éppen melegítettem az egyik gumiszalaggal, és lejött az elnök úr Magyar Zoltán, így mondja, hogy is volt, hogy ja, két jó híre van, és akkor kezdte azzal, hogy általában nálunk az elemeknek van egy értéke, és ez az orsó, amit csináltam, ez régen D értékű volt, és E értékre föltolták plusz 1 tizeddel, így 5 tizedes elem lett, ami már az erősebb elemek közé tartozik. És akkor így elbeszélgettük az időt, és akkor így majdnem elment, aztán visszafordult, és ja, hát a legjobbat még nem is mondtam, hogy amúgy meg Berki Orsó lesz. és hogy igazából így akkor most is végigfut a hideg a hátamon, mert tényleg ez egy ahogy te is mondtad, hogy igazából nyilván nagyon jók az eredmények, de valamivel, ha tudod még jobban nyomatékosítani a pályádat és a nevedet, akkor ez pont az volt. Igen, ez biztos, hogy ez, én úgy fogalmaztam, hogy ez egy halhatatlanság, hát innentől kezdve. Fruzsi, te több mindent megjegyeztél már az interjúkban, hogy mi az, amire vágynál második világháborús filmben nagyon szeretnél, stb. Mi az az álom, ami mondjuk neked ilyen szintén, akkor azt mondod, hogy ez a halhatatlanság kategória. Filmben nagyon szeretnék. Filmben? Egy olyan filmben, ami nívós, jó emberekkel dolgozni, és ki tudom hozni magamból a maximumot. Azt hiszem, hogy szerintem az én szakmámban még nem jött el az a munka, vagy pillanat, vagy helyzet, amikor egy olyan csapat állt egyébként mögöttem, mert egy olyan produkcióban voltam, amikor én belőlem a legjobbat hozta ki ez a helyzet, és a maximummal tudtam hozni, és erre nagyon vágyom, hogy ezt megéljem, és most különösen fordulok inkább a filmvilágához. A barátok közben te emberileg és szakmailag mit tanultál, vagy ott rutint szerez az ember? Rutint szereztem. Kvázi, mint egy nagy konyhában, ott főzünk 600 emberre, és tudjuk azt, hogy mennyi kell a pörköltözés. Rutint szereztem azt, hogy tudok nagyon sokat nagyon jól dolgozni, tehát, hogy nagyon... Amúgy is tudtam ezt magamról, csak ott azért ezt meg... Tehát az egy
nagyon kemény dolog egyébként egy fizikailag. Egy gyár, és nagyon ott kell lenni az agyaddal egész nap. Az emberi kapcsolatokról is nagyon sokat tanultam, mert igazából a Barátok közt stábja olyan volt, mintha egy színházi társulat lenne, csak ugye filmben. Ez most már annyira nem lesz így szerintem, mert nem nincsenek, mert itt mi együtt voltunk az év 365 napján, jó, persze voltak szünetek, persze. De ma már ugye ezek a produkciók nem úgy vannak, hanem leforgatják őket 2-3 hónap alatt, aztán sziasztok. Igen. És itt ez nagyon jó volt, és hogy hogyan lehet táplálni, jól szólni, jól nem is helyezkedni, hanem hogy úgy megmaradni önmagadnak, és mégis mindennek megfelelni egy ilyen helyen. És ez nehéz volt nekem, de most már ezzel több vagyok. Képi anyagra jut eszembe, Krisztián, hogy láttam egy videót, egy 2015-öst, ami a lassított videó, amit már több mint 3 millióan megnéztek, ugye az egy ilyen balettfilmhez hasonlít, nem tudom, az egy olyan vizuális élmény, ugye erről a mozdulatsorról beszélünk, ami hihetetlen. Van ilyen online csapat mögötted, vagy ez így véletlenül lett felvéve, vagy ez meg lett rendezve, és így kikerült, vagy ezt így építitek self-brand szempontjából, vagy akkor ez csak így kikerült? Most hirtelen nem tudom, melyikre gondolsz, de majd van egy lassított videó, amin a Thomas Orsóról. A Thomas Orsós, igen. Igen, arról többet láttam már én is, de nincsen semmilyen 2016-os, csapat. 2016-os, azt hiszem. Uh-huh. Igen. Igazából nem voltak mögöttem menedzsmentek, de most már lényegében 2018-19 óta most már magamtól vagyok, és sajnos rá kellett ébrednem, nagyon sokat tanultam, és nagyon sok mindent köszönhetek nekik, de eljutottam arra a szintre, hogy már nem láttam azt, hogy hozzá tudnak tenni. Lehet, hogy én sem tudtam hozzátenni az ő munkájukhoz, de így úgy voltam vele, hogy amúgy is már láttam a saját utamat más irányba, és így próbáltam saját magamat a mai napig menedzselni, amennyire lehet. Nyilván más az, amikor te mész oda, és magadat kell képviselned, abszolút, mint akkor, amikor más képvisel, de szerintem meg a személyes varázs az sokkal fontosabb bárminél, és sok esetben anno az Ute is megmondta a klubom, ahova le voltam ugye szerződve tornászként, hogy nagyon örülnek, hogy van menedzsmentem, de továbbra is velem akarnak kapcsolatban maradni. Szóval, hogy így Magyarországon ez még egy ilyen fura dolog, mint ahogy anno a sportpszichológusra is azt mondták, hogy minek nekem hülye vagyok, nem pszichiáterhez járok, hanem sportpszichológushoz. Szóval kettő nem ugyanaz, de nyilván ez a köztudatban még tök fura volt. Most meg már elfogadott. Amikor a filmszerep közben így gondolkodtam, hogy ilyen Fruzsi azt mondta, a Krisztiánnak kapcsolatban a filmszerep, akkor Batman jut eszembe. Jó lenne, majd ha van casting, akkor felkészülök a pszichológus segítségével. Hol ez az őrület egyébként, tehát így a szuperhősök is azon belül Batmannel. Hát a Batman az már gyerekkoromtól, szóval, hogy így emlékszem, hogy anyukám varrónő, vagyis ott van varrónői szakmaja is, és még ő varta az első Batmanes jelmezemet, amikor óvodás voltam, és hát nyilván az tök jó volt fölvenni arra az egy farsangra, de én azt előszeretettel hordtam otthon, hétvégéken, és lementem az udvarra is játszani benne, ami akkor nyilván furcsa volt, mert Zuglóban egy 3 emeletes társasházban laktunk, velünk szemben megint szomszédok, és akkor láttak egy kisgyereket, aki Batman, hát nem mondom, hogy tökéletes Batman jelmez volt, de nekem az volt, és hogy abban láttak mozgolódni, akkor szerintem eléggé furcsán néztek rám, most viszont lehet, hogyha végigvonulnék egy profi Batman jelmezbe, meg se néznének az utcán. De biztos, hogy megnéznélek. Nekem nem, nincs varrónő szakmája az anyukának, ezért egyszer befestett engem tetőtől talpig kékre, és törpilla voltam farsa. Napokig mostam le magamról a kéket, de nagyon élveztem, meg tök cuki volt, hogy így erre így készült. Ez volt az egyetlen ilyen furcsa jelmez, vagy te bevállaltál bármit? Meg egyszer rövid volt a hajam, és Máté Kriszta voltam. Tudjátok, volt az a műsora, amikor a körbeálltak ott a játékosok is kért. Mi volt az? Tudjátok, hogy ez a híres műsor, most meg nem mondom nektek, és akkor pont rövid volt a hajam. Igen, az, és akkor az osztály volt a leggyengébb, sőt, a láncszemek. Az egész osztály egy leggyengébb láncszem volt. És akkor ilyen vicces kérdéseket tettünk fel az iskolával kapcsolatban, a tanárokkal kapcsolatban, és mivel rövid volt a hajam, meg hát amúgy is ilyen színészi ambícióim voltak, én voltam akkor ott a műsorvezető. Ez tök jó. két név beugrik veled kapcsolatban, így a Balsai Móni, illetve a Vida Péter. Ugye Vida Péter, ugye, aki a kezdőlökést megadta. Igen, a kezdőlökést megadta. Igen, és mindig volt már, hogy fölhívott engem, hogy Frusi,
annyira köszönöm ezt a sok reklámot, mert mindig megkérdezik ugye az ilyen interjúkban, igen. És teljesen érthetően, hogy hogy indult nekem ez, a, ez az álom, vagy ez a, ez a szakma, és hát a Peti és volt. Ő volt a kezdő. És ő volt a kezdő, megláttam, szerelmes voltam, és azt hittem, hogy a színész az, vagy nem, a pék az pékhez megy feleségül, a színész meg színészhez, és akkor úgy voltam, hogy akkor nekem annak kell lenni, mert hogy a Peti színész. Erre ki is akartam térni, mert ezt szintén többször elmondott, hogy online társkeresés, és nem szórakozó hely, nem, te igazából így munka közben tudsz ismerkedni, gondolom össze vagytok zárva, egymásra hangot, stb. Persze. Stb. Ez nem is fog soha megváltozni, tehát te a partneredet azt úgy képzeled, hogy az ne is legyen máshol akcímkát, ilyen színész. Tehát, hogy nem, ő, amúgy egyáltalán nem, csak hát mivel ebben a szakmában dolgozom, ezért mindig csak színészekkel volt, vagy énekesekkel. De félsz, hogy nem viseli el más azt az életritmust, amit, tehát hogy futni mész, hogy éjszaka színházban vagy, vagy este, hogy későn kell. Nem, szerintem csak így hoztam mindig az élet, de el tudom képzelni, hogy bárhol máshol megismerem a nagyot, csak eddig ez volt a legvalószínűbb, mert nekem kell, hogy tehát nem tudok úgy ismerkedni, hogy valakit megismerek mondjuk egy buliban, és akkor ott már annyira felfokozott a hangulat, hogy tehát ahhoz az kell, ahogy ebben nem menjünk bele, mert el fogunk jutni Zoliig, amit egyszer említettél a Dobai Attilánál, hogy Zoli volt, aki az első igazi szerep. Nem, szóval, hogy nyilván, amikor van egy kapcsolódási pont, és ott ilyen nagy egyetértésben vagytok meg a munkába, ott jobban létrejönnek ezek a dolgok. De volt már, hogy rácápoltam erre az életemben, de erről most nem beszélnék. Jó, rendben. Hát vagy így lesz az ember szerelmes, vagy úgy, hogy a középiskolában megismeri, igaz, Krisztián, mert nálatok meg ugye ez az igazi szép történet. Hát amúgy, hát igen, a középiskola, de kb. Ott annyi közünk volt egymáshoz, és bocsánat, amit mondok, de kb. Annyi, mint neked meg nekem most egymáshoz, mert hiába egy osztályba jártunk Marcival, igazából teljesen más társaságban mozogtunk, tudtuk a másikról, hogy sportoló, tök jó volt, köszöntünk, gratuláltunk, ha eredményeink voltak, de így kb. Így ennyi leérettségiztünk, és így mindenki ment, amerre látott. Aztán ugye a feleségem válogatott tekvandós volt, 2009-ben újra találkoztunk egy Univerziádén Belgrádban, egy egyetemi és főiskolás bajnokságon, és hát oda már úgy utaztunk ki, hogy kaptunk egy katalógust, amiben benne voltak a versenyzők, és akkor lapozgattam, és mondom, jön a Marcsi is, tök jó, hát 2004-ben találkoztunk utoljára, hát hogyha tudunk egy pár szót váltani, aztán igazából ott annyira megörültünk egymásnak, meg annyi időt töltöttünk együtt, hogy így kialakult már közöttünk valami kint, aztán hazajöttünk, és tovább folytatottak ezek a lámúr dolgok. Úgyhogy érdekes. És kb. Ugye 12-ben volt a házas, 2012-ben házasodtunk össze. Büszke vagyok, egy férfi nem mindig tudja egyébként. Jó, tényleg. Jó helyszínen volt, csak lehet, hogy ezért tudom. Ja, igen, igen. Mind a ketten voltatok abban az országban. Hol? Hát... Kubában. Tényleg? Többször is szerencsére, de második alkalommal, mikor voltunk, akkor volt az esküvőn 2012-ben. A London után picit el akartunk vonulni, mert hatalmas felhajtás volt azért körülöttem, és így tudtuk azt, hogy ha itthon esküvő, akkor az összes újságtól kezdve mindenki bejelentkezik, úgyhogy így úgy éreztük, hogy önzőség, de ez legyen a mi napunk, ez szóljon rólunk, és akkor kimentünk, és Kubába megcsináltuk az esküvőt, aztán a polgárit az családi körben itthon megtartottuk. Úgyhogy már el is felejtettem, mit akartam mondani. Ugye igen, és hogy az a vicces, hogy rá jó pár évre így nézegettük az iskolai tablóképünket, és ott is egymás mellett vagyunk. Szóval, hogy előfordulhat, hiszek ezekben, mert sokszor volt az, hogy valamit elvett tőlem a pályafutásom alatt az élet, és aztán azt visszaadta később. Tényleg? Például? Mondj egy például. 2002 életem első világbajnoksága, 17 éves voltam, viszont a felnőttek között versenyezhettem, helyszín Debrecen, 12 ezreddel maradtam le a döntőről, 9-én zártam, ami akkor nyilván utólag egy nagyon jó eredménynek számított, hiszen még junior korosztályból jöttem föl a felnőttek közé, a menők közé, és 9. lettem, nyilván akkor szomorú voltam, és aztán rá 3 évre, 2005-ben 12 ezreddel nyertem az Európa-bajnokságot. Úgyhogy így valamennyire ez így a pályafutásomat végigkísérte. És ahogy mondtad te is, hogy a kudarcból tanulni kell, én mindig azt mondtam, hogy számomra az az igazi sportoló, vagy színész, vagy bárki, aki a nulla alattról föl tud állni, és tovább tud menni, és újra tud küzdeni, és ott tud lenni. Abszolút. Ahogy így kellenek.
A Fruzsinál szóba került ugye a Vida Péter, illetve Balsai igen, őt is szerintem egy nagyon jó színész. A sportban, sok sportágnál kérdőjeles az, hogy most vannak-e, vajon rajtad kívül, mert ugye te valószínűleg a mostani tornász fiatalok között egy idol vagy, vagy egy példakép, de hogy van, tehát hogy lehet tömeges bázist építeni most a tornászokból, fiatalokból, és iszonyatos jelentkezés van, és megtöltik a tornatermeket? De az, hogy iszonyatos jelentkezés azért ennek az online világnak köszönhetően és a Covid-nak köszönhetően azért elég nagy hátrányba kerültünk ilyen szempontból. Sőt, azért a mai világban az, hogy valaki szülőként sportra vigye a gyerekét, az egy nagyon-nagyon nehéz dolog, hiszen sokkal egyszerűbb egy okostelefont, egy számítógépet a gyereknek odaadni, illetve nyilván a másik véglet, ahol a szülők 7 nappal letéve dolgoznak, hogy megteremtsék azt az ideális életkörülményt a gyereküknek, amire szükség van, és a logisztika miatt nem tudják vinni edzésekre. De a sikereknek, a sportág szimpatikussá tételéhez elengedhetetlen az, hogy tényleg példaképek legyenek benne. Nekem London nagyon-nagyon sokat számított, és akkor döbbentem rá, hogy nagyon jó olimpiai bajnoknak lenni, teszem hozzá, mai napig nem tudom elmagyarázni, hogy az mit is jelent, de hogy hihetetlenül nagy felelősség. Hiszen egy 20 000-es csarnokba nyertem, ráadásul Londonban egy angol ellenfél előtt az olimpiát. Hazaérkeztem, 600 újpesti suhanyszurkoló, már elnézést a kifejezésért, de imádom őket a mai napig, szétszették a repteret. Szóval, hogy onnantól kezdve kezdtem el azt érezni, hogy innentől kezdve nem csak magamért, hanem a környezetemért, és azt, amit kifelé kommunikálok, azért iszonyat nagy felelősséggel tartozom. Igazából az jutott eszembe ez alatt a monológ alatt, hogy te Batman vagy, csak nincs rajta jelmez. Igen, hát van egy olyan pólom, hogy azt hiszem úgy van a szövege, hogy nem mondom, hogy nem én vagyok Batman, de még sose láttak egy szobába. Ez jó, ezt is találtam már. Egyébként teljesen megfertőzi a családot, mert van olyan kép, ahol mind a hárman Batman. Sőt, a fekete macskánk is Batman, és Robin a fehér, úgyhogy igazából... Ó, ne, hát akkor mégis csak a te macskáid is. Azért azoknak az orvosoknak volt hatásuk az életedre. Nincs olyan gond. Fruzsi, alapvetően a film, akkor ugye nálad az X-akták is eszembe jut, ami ugye nálad egy rettegéssel, egy sarokban üléssel, és ugye, te ennyire átélsz mindent, meg jaj, ennyire nagyon képes vagy így. Igen, én nagyon, nagyon empatikus vagyok, meg nagyon tudok azonosulni, főleg azzal, akinek rossz. Tényleg. És hát, de ez jó tulajdonság az én szakmámmal, szóval máshogy ez nem is menne. Abszolút. De mondjuk egy filmben pont erre is van szükség, hogy a legérzékenyebb énedet vedd elő, és visszatérve a castingokra, ezért olyan nehéz mondjuk így bemenni egy terembe, és azt mondják, tessék, mert ha már egy forgatásom vagy az oki, ott belerázódsz, vagy nem tudom, de egy castingon jöttél az utcáról, és most tessék, jázd el, hogy nem tudom, a barátod elmondja neked, hogy rákos. És azt futtasd végig magadon, de úgy, hogy ne akart eljátszani, hanem ahogy Fruzsi, azonosulva kicsit azzal a karakterrel, amit el kell játszani, elővegy a legapróbb rezdüléseit, és ne akarjam eljátszani, hanem tényleg futtassam végig magamon, hogy mi lenne, ha ezt mondaná most nekem valaki. És ez jó tulajdonságom. A te mondatodról és Batmanről egy közös dolog jutott eszembe, hogy ennek az igazi megvalósítása, azt teljesen el tudom képzelni, az őrülethez vezet. Ez volt ugye a Batman forgatásán, amikor a Joker forgatása után a Heath Ledger. Heath Ledger, igen. Tehát, hogy annyira azonosulnak azzal a szereppel, hogy csúnya a szó, de szinte már veszélyes. Tehát, hogy már, hát már... ugye Joaquin Phoenix főszereplése is, ez egy hihetetlen igen. Joker igen. szerep volt, igen. Szóval, hogy igen. megvan ez a másik véglet. És amúgy tök érdekes, mert én is azért valamilyen szinten ilyen érzékeny embernek vallom magamat, mert persze teljesen más az, amikor versenyeztem, és tudtam azt, hogy akkor ott most meg kell csinálnom. Ott nem voltak sírások, meg piszegések, hanem ott csináltam a dolgomat. De ami ott például a kislányom van, lányos apukaként még érzékenyebb lettem, és tényleg egy reklámon tudok könnyezni, vagy egy olyan filmjelenetet át tudok érezni, ami... Lassabban vezetsz?
Ha ott ül melletted, vagy ha sokat, mióta meg... Sokat lassultam, igen. Meg uh-huh. Sokszor meggyűlt a bajom a törvénnyel, így gyorshajtás szempontjából, úgyhogy így rá kellett ébrednem, hogy eleve nem érek oda előbb, és még magamat is kockáztat, magam épségét is kockáztatom, uh-huh. meg másokét sajnos. Úgyhogy... Igen, egy másik műsorból tudjuk, hogy 200... Igen, ezt gondolok. Igen, ez... De tény, hogy nyilván autóbalesetet szerencsére sosem okoztam, meg én sem uh-huh. szenvedtem, úgyhogy azért próbáltam mindig olyankor gyorsan menni, amikor lehetett, de rá kellett ébrenem, hogy teljesen felesleges, és nincs is értelme. Ugye eleve olimpiai bajnokként is elég sok hátrányát szenvedném annak, hogyha mondjuk körözés indulna ellenem, vagy valamilyen feljelentés lenne, úgyhogy ezekre... Meg ilyen Berki már van. Igen. Megvan a két végre Berki, és én nem mondom, hogy megpróbálom a jó fiút játszani, de valahogy én úgy érzem, hogy ha valamit elértem és letettem az asztalra, és példakép vagyok, akkor aszerint is kell élnem az életemet. És nem az én korosztályom miatt, hanem azok a 4-5 éves gyerekek miatt, akik London után oda mentek a szüleikhez, és húzogatták a kabátjukat, hogy apa ott a Krisztián. Egyébként a sportban körülbelül, és ne ássunk mélyre a párhuzam miatt, csak az jut eszembe, hogy a Baronics Gabira ugyanúgy hasonlót mondanak, hogy az úri fiú, tehát hogy nem tud kibújni ebből a szerepből, és amikor néztem a 2012-es olimpiai gyakorlatodat, akkor az angol közvetítésben a legtöbbször elhangzó szó az elegancia. Mm. A kommentátor az mindig az, ez nagyon elegáns, ez milyen elegáns volt. Igen. Tehát, hogy ez neked szintén egy csípőből jön. Tehát, hogy így bármennyire kiszűröd a világot, és semmi, csak arra emlékszel, hogy fölléptél és leléptél, de hogy az elegancia az zsigerből jön. Hát azért hosszú idő volt, mire megtanultuk, meg nyilván az alkatomnak köszönhetően én a magasabb versenyzők közé tartozom, azért az átlag tornász az ilyen 1,60 és 70 között mozog, én 78 vagyok, úgyhogy ilyen szempontból én szerencsés alkat voltam, hosszúak a lábaim, jobban mutattam, mint az alacsonyabb versenyzők, meg az én tornám az ez lett, szóval, hogy én próbáltam tényleg az eleganciát képviselni, elegánsan versenyezni, jól mutatni a szeren, és hát ennek is volt köszönhető. Igen. Mert ez döntött igazából. És akkor volt ebben valami tudatosság is, hogy ez erre így, mondjuk egy szót ki kéne emelni, vagy egy tulajdonságot, akkor így rámentek erre? Igen, szóval ebben is az edzőmnek volt nagyon nagy szerepe, hogy ő nem hagyta, hogy igénytelenné váljak, bocsánat a kifejezésért, hogy egy tornán belül igénytelen legyek, hogy hajlított lábbal csináljak egy elemet, vagy ne spicceljek úgy, ahogy azt kell, hanem igenis ő megkövetelte. Voltak is súrlódások, volt olyan, hogy összevesztünk, két hétig nem szóltunk egymáshoz, de valahogy mindig tudtuk kezelni a helyzetet, hiszen azon felül, hogy apa-fia kapcsolat volt közöttünk, azért a kölcsönös tisztelet az nagyon fontos volt, és volt olyan, hogy olimpia után 2014-ben egy picit megváltoztam, és elindultam egy olyan irányba, ami nem az a Berki Krisztián volt, amit előtte láttam és képviseltem, és ő is látta ezt, és igazából volt egy összeveszésünk, két hétig nem beszéltünk egymással. Lent voltunk az edzőtáborban Tatán, ő már akkor ugye a kerettel is foglalkozott, mint szövetségkapitány. Nyilván a szeme sarkából nézte, hogy én mit csinálok, de nem szólt hozzám két hétig. És akkor rá kellett ébrednem arra, hogy most mehetek én ebbe az irányba, de abban nem lesz siker, mert a sikerhez ő is kell. Szóval, hogy mi tudtuk azt, hogy közös célja dolgozunk folyamatosan. És akkor nem az edzői kontroll volt, hanem csak az atyai kontroll volt meg, amikor így rád pillantott. Egyébként is az ember 28-30 évet együtt dolgozik valakivel. Hát ott az edző szó az a legkevesebb. Tehát, hogy ott az már... Házasságban is valószínűleg sok nem, hogy tényleg így egy edző mellett. Úgyhogy, és reméljük, Marcsi ismét hallgatja a műsorát. Fuzsi, azt akartam még megkérdezni, hogy az állandóan tanul az ember. Ugye, Krisztián, te sportszervezőt végeztem, és most igen, sportközgazdászon folytatom. Te például vállalkozástant tanulsz? Mert ugye többször el voltál veszve, mindig mondtad, hogy a vállalkozásnak vagy vállalkozói részről te teljesen káoszban vagy. Hát tehát, hogy... szerintem, ha már itt tartunk, egy színész. Beszélhetünk a tésztáról is, meg a biztról. Igen, de nem csak a tésztához kell ez, hanem mindenhez, mert mint hogy én mondjuk, ha visszamernék az időben, akkor megrángatnám a kabátját mondjuk az iskolaigazgatónak, hogy tanár úr, tanítsa meg nekünk, hogy kell egyrészt magunkat képviselni a szakmában, meg pénzügyileg is, meg hogy így gazdaságilag is, hogy kell mondjuk egy színésznek létezni, vagy hogy érdemes, vagy hogy nem, egyáltalán nem érdemes, és ez. De egyébként nem vagyok egy ilyen, tehát hogy mondjam, nem vagyok egy ilyen
racionális ember, ezért is mennek valószínűleg nehezebben nekem ezek a dolgok. Igen, a tésztával kapcsolatban, hogy volt ez a fellángolása, meg van is a tésztákkal kapcsolatban, csak már az elején elakadtam, mert nem tudom, hogy kell megvalósítani ezeket a dolgokat, hogy te létrehoz egy vállalkozást, és ebben még nem találtam meg ezt a partneremet. Uh-huh. Mert nem ezt csináltam egész életemben, teljesen mással voltam elfoglalva. De mindig érdemes, visszatérve a kérdésedre, új dolgokat tanulni, és valóban az én életem most egy ilyen nagy útkeresésről szól, meg arról, hogy új skilleket gyűjtök be, mert ez a színésznek lenni jó dolog, csak nagyon bizonytalan a mai világban, főleg itt ebben az országban szerintem, és jó, hogyha több lábon állsz, vagy mást is kitalálsz magadnak, amit ugyanolyan szenvedéllyel tudsz csinálni. Csak fontos, hogy például az, amit csinálsz, azt ne utáld meg azért, mert azt gondolod, hogy na, ezt azért csinálom, mert éppen most nem vagyok színész. De közben folyamatosan az vagyok, csak máshogy jönnek a lehetőségek. Jönnek. Most, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt szerintem ezen a pályán. Közös kérdés mindkettőtök az ő. Krisztián azt mondta, hogy reméli, hogy nem kell majd fájdalomcsillapító pirulákat szedni, hogyha megöregedett. Így féltek az öregedéstől? Én nem. Én most, ugye én 36 vagyok, úgyhogy én mindig azt mondom, jó, hát 30 fölött már azt mondtam mindig, hogy érek, mint a jó bor, úgyhogy egyre érettebb leszek. Igazából nem, bár nyilván én tényleg azt mondhatom, hogy lassan most már egy éve, hogy nem sportolok aktívan, és azért kezdem érezni, hogy a szervezetemnek ez nem a legjobb, hiszen tényleg sokáig mozgásban volt, erős szervezetem volt, az immunrendszerem is sokkal jobb volt, mint most, úgyhogy el kell kezdenem mozogni, de nem félek tőle, szóval, hogy mindennek eljön az ideje. Minden részét ki kell élvezni. Pontosan. Akkor élvezzük ki azt is, hogy sportigazgatóként lesznek újabb olimpiai bajnokaink, illetve élvezzük azt ki, hogy Fuzsit sokszor láthatjuk filmen, akár második világháborús filmben. Úgy is. Ami illetve ne adj föl ezt a tésztabiznisz, vagy a többi bakancslistát. Igen, ezt mindenki mondja, hogy ez nagyon illik hozzám. Igen, jelként abszolút. Tekintek erre, és üzenetként az égtől. És bízunk benne, hogy mindketten még sikeresek lesztek nagyon-nagyon hosszú évekig, és köszönöm szépen a beszélgetést. Mi is köszönjük. Köszönöm a hallgatóknak, hogy itt voltak, ez volt a Spirit FM-en a 3-on, 3-on. Találkozunk a jövő héten.